Több mint 12 éve szenteltek pappá ezen a helyen, így télidőben volt a papszentelésem, mert így jött ki az egyetemmel, meg utána a lelkipásztori gyakorlattal. Külföldön végeztem a teológiát, és úgy kerültem ide. Régi családi hagyományok is, meg barátságok is kötnek ide a ciszterci nővérekhez. 2005-ben, amikor pappá szenteltek, utána első diszpozícióként Vászdákvára kerültem káplánnak. Nagyon szép évek voltak ezek, elég hosszan tartott ez a káplán időszak, mert a tanulmányomat kellett folytatni, egy doktori munkába vágtam a fejszémet, ami úgy el is húzódott, közben sok helyen kellett kisegítenünk, nagyon sokféle szolgálat várt rám. Amikor felszenteltek, akkor egy kislány rajzolt nekem egy érdekes rajzot, egy nagy tenyér volt rajta, és mindegyik ujjába különféle embereket rajzolt bele. Az egyikbe kisbabát, másikba családot, a harmadikba gyereket, negyedikbe fiatalt, ötödikbe idős embert. Kicsit ezt fejezte ki, hogy egy papnak mindenkit a kezében kell, tenyerén kell hordoznia, vagy segíteni az Isten felé. És ezt tapasztaltam azóta is, hogy az elmúlt 12 évben mindenféle szolgálatot megtapasztalhattam, és mindegyikben nagy örömömet lehetem. Dákvárhoz kötődően aztán Rádon meg Pencen is szolgáltunk, az is oda kapcsolódott, illetve egyéb helyeken is volt lehetőségünk kisegíteni. Dákváron is, meg aztán Pencen, később pedig Rádon is ifjúsági hittanokat is így indítottunk. Ezek így valamennyire rádi, az úgy tudom, az még továbbra is működik. Dákváron is sok fiatal indult el, és tovább fejlődik a közösség. És 2013-ban, amikor sikerült végre megvédenem ezt a doktori dolgozatomat, akkor utána érkezett a püspökatyától egy újabb feladat, meghívás, és akkor indult el itt Kismaroson a nővéreknek a vendég részén egy újabb kaland, hogy kispapokkal ilyen nulladik évben készülünk. Hát a hivatásnak a kitisztázására, meg a közösségi papi életformára. Nekem gyerekkorom óta így nagyon fontos a kereszténységemben is, meg így a papságomban is ez a közösségi háttér, hogy tudjuk, hogy egyedül nem nagyon lehet kereszténynek lenni, de papnak sem. Illetve, hogy papként is ezt elég fontosnak tartom, hogy közösségeket próbáljunk létrehozni Krisztus körül, ott, ahol éppen vagyunk. Úgyhogy a kispapokkal is ez az egyik ilyen fő feladat, hogy egymás között is kis közösséggé váljunk, így hárman, négyen, öten laktunk így az elmúlt év folyamokban együtt. Nekik is egy nagyon jó kaland, hogy ebben a kis közösségben önmagukat is jobban megismerik, hiszen a kapcsolatokban döbbenünk rá arra, hogy hogyan is működünk, meg egy közösségi tapasztalatra tesznek szert. Immár ez a kispapokkal való foglalkozás az ötödik éve tart, egyre lelkesebben, és egyre inkább látom a gyümölcseit is, vagy az örömét. Most már nem csak olyan kezdeti izgalmak vannak, hanem úgy kicsit könnyedebben meg talán. Idén 3 növendékünk van nagy örömömre. A kispapok mellett továbbra is folytattam kisegítő lelkészként a környéken szolgálatot. Először Dákváron, utána még Rádon, illetve 3 évvel ezelőtt egy évig Kismaroson, Verőcén és Nagymaroson szolgáltam. És most 3. éve, hogy Verőcére kaptam egy külön kinevezést, hogy ott plébániai kormányzó legyek, tehát gyakorlatilag a Verőcei Egyházközség lett rám bízva, ahol egy újabb kaland, hogy már nem csak így kisegítőként vagy káplánként háttérben egy-egy közösség felelőseként kell papként működnöm, hanem nem úgy egy egész közösséget hordozhatok. Ez is egy nagyon szép és örömteli kihívás. Ott is indult egy kis ifjúsági hittan, nagy örömmel lehet látni, hogyan ők is növekednek. Próbálunk a gyerekekből is egyre inkább közösséget formálni. Babamama klubot indítottunk el, hogy
fiatal családokhoz így is közelebb kerüljünk, meg akik keresztelésre jelentkeznek, őket is ilyen módon is meghívjuk az egyházba. Nagyon jó tapasztalat számomra a felnőttekkel való foglalkozásban, a felnőtt megtérőkkel vagy istenkeresőkkel való kapcsolat. Most idén sikerült egy újabb katekumen csoportot indítani Terőcén. Már egy, úgymond egy évfolyam eljutott egy első lépésre, lettek többen első áldozók, és most újabb 4-5 fő van, akik így készülnek, akikkel együtt készülünk. Ez is egy ilyen nagyon szép tapasztalat. Úgyhogy igen, ez jellemezte így az elmúlt éveket, elmúlt 12,5 évet. Én az eddigi feladataimhoz idén nyáron érkezett egy újabb meghívás püspök atya részéről, hogy mivel Farkas Laci atyát plébániai szolgálatra szeretné visszaállítani, úgy látja, hogy egy ilyen papi vezetőségnek kellene az ifjúság pasztorációt, az ifjúsági lelkészséget tovább vezetnie, segítenie. Így hármunkat bízott meg ezzel a szolgálattal, közülünk Bezák Tamás atyát közvetlen vezetőként olyan szempontból, hogy ő fogja össze a konkrét feladatokat, és ő látja át egészen azt a sokrétű feladatkört, amit Farkas Laci atya végzett, és Macák Tamás atyával kettesben pedig ebben a hármas vezetőségben veszünk részt. Nem is annyira csak kisegítőként, hanem tényleg mint egy kis közösség együtt szeretnénk így az egyházmegyei ifjúságáért munkálkodni. Bizonyos szempontból nehezen fogadtam ezt a meghívást, mert úgy érzem, hogy így is eléggé le vagyok terhelve, vagy sok fele kell helytállnom, dolgoznom. Más szempontból viszont örömmel, mert mióta pap vagyok itt az Észak-Dunás régiónak az életében, úgy igyekeztem bekapcsolódni, és nagyon szép tapasztalatok, élmények kapcsolódnak ehhez, meg nagyon látom annak a kegyelmét, ami ebben az egész régiós ifjúsági munkában megszületik, meg ahogyan fiatalok elindulnak, növekednek Istenben. Illetve az is egy öröm számomra, hogy alapvetően, ahogyan említettem, nagyon fontos számomra ez a közösségi létmód, hogy látok ebben egy fantáziát, hogy mindamellett, hogy nem egyszerű hárman vezetni valamit, mégis van benne egy külön kegyelem, hogy valahogy az Isten is szent háromságként egy Isten, és minden olyan közös hordozás a dolgoknak, amiben együtt hozunk döntéseket, vagy együtt próbáljuk látni a dolgokat akkor is, hogyha mindjárt máshogyan látjuk, az egy plusz erőt, egy plusz kegyelmet, egy plusz lehetőséget hordoz abban a tekintetben, hogy még nyitottabbak legyünk a Szentléleknek a tovább vezetésére, hogy ebben látok egy fantáziát. Illetve ami még így megfogalmazódott bennem, amikor ez a meghívás érkezett, éppen a nyár elején voltam egy nagyon jó papi konferencián, lelki gyakorlaton, aminek az egyházban megjelenő szinodális vezetési forma, vagy haladási forma, ez volt a témája. Ugye Ferenc pápa, míg megmarad az egyháznak a hierarchikus struktúrája, most újra elég nagy hangsúlyt fektet így a püspöki szinódusokra, vagy arra, hogy ilyen közösségi módon is lássuk az egyháznak az újabb kihívásait, vagy együtt keressük a válaszokat az idők jeleire. És ez a konferencia erről szólt, hogy ezt hogyan lehet átvinni a kisebb helyekre, plébániai életbe, egyéb közösségi életekre. És nagyon megtetszett ez a modell, amit ott kaptunk, hogy van egy nagy ereje annak, hogyha nem csak egyedül keressük Isten akaratát, hanem így közösségben. Úgyhogy én ennek a meghívását látom ebben, hogy nekünk kell nagyon jó, szoros közösséget élnünk nekem a két Tamás atyával, és akkor így ebből Isten meg tudja áldani azt a sok jót, amit eddig létrehozott itt a régiókban, és talán jó eszközei leszünk arra, hogy ebben tovább haladhassunk.